tudod azt is csinálni, amit más telefonnál nagyon nem tudsz alapvetően, hogy sokkal vékonyabbá teszed magadat. Még a sok lányra sokat segítenek. Sziasztok! Én Drinner vagyok, és a mai videóban nem más lesz itt velem, mint Malu. Sziasztok, srácok! És elhoztuk nektek ezt a csodálatos telefont, ami a Honor View 20 Moschino névre hallgat. Mint ahogy látjátok, Zsombi most nem csatlakozott be hozzánk, mivel elment nyaralni Norvégiába, viszont szerintem mi is meg tudjuk erről a csodálatos telefonról csinálni ezt a csodálatos bemutató videót, viszont akkor nézzük is meg. Na, az első kérdésem igazából engem foglalkoztat, hogy miben különbözik ez a Moschino széria az Alap View szériától? Nagyobb tárhelyet kapott, illetve sokkal több RAM is van benne. Számunkra egyébként ez a telefonok bevétel elég meggyőző volt, hiszen a hátlapja egy baromi szép külsőt kapott, valamint szerintem ez a 48 megapixeles kamera is elég elképesztő. Az előső kamerája sem gyenge, mivel az 24 megapixelre rendelkezik. Nincsen barátnőnk, szerintem ezzel a telefonnal azért eléggé könnyű lehetne csajozni, mivel nagyon-nagyon kitűnik a hátlapja, a kamerából is most megmutatom nektek. Eléggé jó, főleg, hogyha fény éri. Mint ahogy látod, én azért sokkal jobban adnám ezt a hátlapot az én S9-emre, bármennyire is. Biztos, hogy ne haragudj meg, de azért ez egy eléggé jól kinéző hátlap. Hogyha már a kameráról beszélgettünk eddig, akkor térjünk rá a selfie-nek a funkcióira, illetve hát nyilvánvalóan a képnek a funkcióira, amiket tudsz vele csinálni, mivel az automatikus retusálás mellett ugye sokkal szebbé teszi a bőrödet egy képnél, tudod azt is csinálni, amit más telefonnál nagyon nem tudsz alapvetően, hogy sokkal vékonyabbá teszed magadat. Még a sok lányra sokat segítenek. Ez azért elég bunkó volt, viszont értelemszerűen, hogyha valaki szeretne egy ilyen funkciót, azt ebben a telefonban megtalálja. Az azért nem tudom, hogy érdekesen nézni ki 20 kilósan, mert meg lehet ezzel azt csinálni. Vagy ki kéne próbálni egyébként. A telefonnak bármennyire is szép a hátlapja, annak ellenére nagyon-nagyon tud karcolódni, kifejezetten, szóval erre nagyon oda kell figyelni, ami, hogyha megkarcolódik a telefonod, az eléggé tudja szúrni a szemedet, és ennél a telefonnál különösebben. Oda is adom neked. Köszönöm szépen, valamint a Moschino széria még megtalálható két gyengébb verzióban is. Maximálisan 4K felbontásban tud videót felvenni, ami azért eléggé kiemelkedő, nyilvánvalóan nem a legjobb, de egy telefonhoz mérve azért eléggé jó, mivel vannak olyan vlognak tervezett kamerák, amik nem tudnak 4K felbontást biztosítani, viszont ezzel a telefonnal lehet. Az első kamerája 30 FPS-sel tud maximum videót felvenni, a hátsó viszont 960-nal, ami azt jelenti, hogy most így végighúznám így szépen a videót konkrétan az egész szobában, akkor a kis porszemcsék is látszódnának, ami azért eléggé kitűnik. A View 20 teljesítményére sem lehet van, az a telefon Huawei jelenlegi legerősebb processzorát, a 7 nanométeres Kirin 980-as kapta. Az üzemidő terén pedig a legjobb készülékek között a helye, ha nem nyomkodjuk folyamatosan, akár két napig is bírja töltés nélkül. Hála a 4000 mAh-es akkumulátorának. A készülékben viszont a hátlapi kamera az, ami igazából nagyon-nagyon érdekes, mivel legelőször kapta meg a Sony IMX 586-os szenzorát, és ezáltal tud ugye 48 megapixeles képeket készíteni. Egyébként ezen a telefonon a legújabb Android fut, az Android 9 Spy, valamint a telefon nem nehéz, mindössze 180 gram, és egyébként egy üveg és fényrétege van bevonva. A 6,4 hüvelykes kijelző szinte az egész előlapot lefedi, ami azt jelenti, hogy a képernyő szélén nagyon vékony a káva, és a készülék méretéhez viszonyított képernyő arány kifejezetten impozáns. A telefon USB Type-C bemenettel rendelkezik, illetve 2 darab SIM kártyát tehető bele, ami azt jelenti, hogy sajnálatos módon nem bővíthető a telefonnak a tárhelye, hogyha nagyon sok képet csináltok vele esetleg, akkor ez egy eléggé hátráltató dolog, de a 256 GB az azért nagyon-nagyon sok képre, meg videóra elég. Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük tetszett nektek ez a videó. Ha szeretnék még a közeljövőben ilyen kollaborációt, mint például a Moschino, Honor, vagy esetleg Magu, Sebastian, akkor mindenféleképpen helyezzetek a komment szekcióban. És egy feliratkozásra felejtsetek el dobni természetesen, és sietek csatornára. Dream Value viszont én sietek, úgyhogy lépjünk, menjünk. Sziasztok!